Utolsó mérkőzésén is nyerni tudott a Peac női kézilabda csapata. Szoros 18-18-as félidő után sikerült 35-32-re győzniük a lányoknak az Albafehérvár KC U22-es gárdája ellen. Pap László együttese így a 22 meccsből 21-et megnyerve végzett a dobogó legfelső fokán, az MB2 délnyugati csoportjában, vállalva a magasabb osztályt. A lányok közös évzárót tartottak az MB2-ben szintén remekül szereplő férfi csapattal, akik az ezüstérmet szerezték meg a rendkívül erős délnyugati csoportban. Egy sokkal erősebb bajnokság, és nem egy klasszikus MB1-B-s bajnokság, hanem a Magyar Kézilabda Szövetség megváltoztatta a lebonyolítási rendet. Ez azt jelenti, hogy eddig volt két MB1-B-s csoport, egy nyugat-kelet, és most gyakorlatilag egy MB1-B-s lesz. Úgyhogy én a csajoknak pont azt meséltem, hogy nagyjából úgy kell elképzelni most a magyar kézilabdázást a női mezőnybe, hogy van az MB1, ahol a Győr, Fradi, és akik így elől vannak, ott gyakorlatilag világklasszisok játszanak, az NB1-ben játszanak ezen kívül még külföldi nagyon jó játékosok, illetve a magyar válogatottak. Mi meg fogunk játszani abban a ligában, ahol a nagyon-nagyon jó magyar játékosok játszanak, úgyhogy egy nagyon komoly kihívás lesz, hát várjuk. Ugyanezt szeretnénk jövőre a fiúkkal is, ugye ott fiúvonalon egy ezüstérem jött össze, úgyhogy jövőre úgy próbálunk erősíteni, hogy az MB2-be próbáljunk meg följutni MB1-B-be. A lányoknál meg próbáljunk meg bennmaradni, és minden jobb helyen végezni. Szögi Balázs a szakosztály élén Réb Lászlót váltja, aki továbbra is marad a Peac és a Kozár Mislenyesek kapcsolattartója. Őszinte szeretnék lenni, akkor azt kell mondanom, hogy számítottunk, erre készültünk. Már 2,5 éve, mióta elkezdtünk dolgozni a Peaccal. Azt, hogy mennyiben lesz másabb, hát teljesen más lesz. Gyakorlatilag kezdve az utazásoktól, Debrecentől gyakorlatilag Szombathelyig utazni kell. 30 mérkőzés lesz, 16 csapatos az NB1B jövőre, összevont két csoportból. Szerencsésen a helyosztót, a rájátszást azt elkerültük. Bár megmondom őszintén, hogy kíváncsi lettem azért, hogy mire képesek a lányok mondjuk a Csurgó ellen. Bár a szakma egyértelműen azt mondja, hogy azért teljesen más az NB1B. Tudjuk, ismerjük az NB1B-t, ugye érintettségem révén, Kozár Mislenyben dolgozom már elég régóta. Tudjuk, hogy az milyen. De még ott is úgy gondolkodunk, hogy jövőre még lehet, hogy ott is nehéz lesz. Úgyhogy teljesen más dolog lesz. A Peacnál nem volt kérdés, amennyiben a lányok kiharcolják, most már tudjuk, hogy kiharcolták a feljutást, így az NB1-t el fogják vállalni, klublicenszet megkapták. Azt gondolom most, hogy az már csak bónuszokban tud maradni a Peac. Nyilván ez lenne a cél, de a tisztes helytállás, ezt kell kimondanom. Mindkét csapat edzője Pap László, aki rendkívül büszke mind a lányokra, mind pedig a férfiakra. Nyilván a kettőt külön kell választani, ha kezdhetem a fiúk azért kiesés után egy új fejezetet kellett nyitni itt a kézilabdában, és azt gondolom, hogy a lányok nyomdokaiba lépve, illetve csak azokat a dolgokat, amik itt jól működnek, azokat átvéve próbáljuk a fiú csapatot is jó útra terelni. Azt gondolom, hogy az is jó helyen van. Az, hogy ebben a nagyon erős bajnokságban, ami a délnyugati csoport a fiú vonalon is, meg a lány vonalon is, de a fiú vonalon talán még jobban, az, hogy mi másokok lettünk, nyilván esélyünk azért nagyon-nagyon kevés volt az első helyre, tehát aki megnyerte a bajnokságot, az joggal nyerte meg, de hogy a második helyet elértük, ez egy nagyon nagy eredmény a játékosok részéről, meg a csapat részéről. Komoly eredmény természetesen a lányokkal van, kicsit még ízlelgetjük ezt a történetet. Évek óta erre készültünk, tehát én mikor átvettem ezt a csapatot, akkor nyilván az én szemszögömből megközelítve azt mondtam, hogy egy ilyen, és senkit nem sértve, tehát egy ilyen nyugdíjas klubot, hogy ilyen levezetés, és hogy mindenki úgy érezze, hogy van még egy pár év neki ebben a kézilabdában, én ebben a csapatnak nem szeretnék az élére állni. De hál' Istennek találkozott az elképzelés az egyetem elképzelésével és a Peacnak az elképzeléseivel is. Hát arra, hogy arra helyezzük a hangsúlyt, hogy a diákok és egy minőségi oktatás mellett egy minőségi sport lehetőséget is tudjon nyújtani a fiataloknak. Természetesen némileg kiegészített mindig civil játékosokkal. Ez jól bejött, és több éve építkezünk erre. És azt gondolom, hogy most ért el oda ez a társaság. Egy kicsit talán
engem is meglepett, mert elég sokan kerültek újak a csapathoz nyáron, és én azt gondoltam, hogy ennek lesz egy ilyen kifutása. Én valóban azt gondoltam, hogy nekünk meg lesz a lehetőség a feljutásra, de nem biztos, hogy ebben az évben. Most ebben az évben egy nagyon kihozanító pofont kaptunk valamikor ősszel a Szekszártól hazai pályán, nem is akármilyet, és ott egy kicsit meginoktam én is, hogy hát itt azért elég sebezhetőek vagyunk, de attól a perctől kezdve pontot nem veszítettünk. És mindenkit idegenben és otthon is elég nagy magabiztossággal vertünk meg, úgyhogy ha azt lehet mondani, ez egy teljesen megérdemelt siker. Maga a bajnokság megnyerése. Nyilván a feljutás, meg a körülötte levő új lebonyolítási rendszer, ez megint egy külön feladat. Ebben annyi szerencsénk volt természetesen a szerencsétlenségben, hogy a csurgó, akit mi kaptunk párunkról, az visszalépett és megszünteti a felnőtt kézilabdát. Így igazából játék nélkül, párhasz nélkül kerültünk a magasabb osztályba. És ezt egyöntetően mindenki, játékosok, szakmai vezetés, klubvezetés is úgy gondolta, hogy egyértelműen el kell vállalni a magasabb osztályt. Nagyon jól tudjuk, hogy milyenek az anyagi lehetőségeink, nagyon jól tudjuk, hogy valószínűleg a legkisebb költségvetéssel fog dolgozni az NB1B-ben, de azt gondolom, hogy játékosoknak akkor sem lehet elvenni ezt a lehetőséget, ami most megadatott azzal, hogy magasabb osztályban szerepeljenek, itt megmutathatják magukat, kipróbálhatják magukat, és természetesen nem lemondva a bennmaradásról az a lényeg, hogy mi itt jól érezzük magunkat, és megmutassuk, hogy mit is tudunk magasabb osztályban is. A csapatkapitány, aki már játszott magasabb osztályban, bízik a jó szereplésben. Igen, gondoltam, és ezt is szerettem volna, hogy itt Pécsen legyen még egyszer NB1B, és abba tudjon játszani a csapat, és most az is lesz a feladat, hogy benne is tudjunk maradni, és hogy akkor innétől kezdve felfelé íveljen ez a pécsi női kézilabda. Szerintem nagy a különbség közte. Igen, játszottam már több évet, de még ahhoz képest is szerintem most nehezebb dolgunk lesz. Sokkal több meccset kell játszanunk, többet kell edzenünk, több utazás lesz benne, úgyhogy szerintem most egy jó nagy feladat vár ránk. A dolog pikantériája, hogy a 2022-23-as szezonban a Peac a Kozár Mislen esével egy ligában játszik majd.